Egyszerűen 10 évvel később megjelent az első kötet. Ahogyan a mesében a gyanútlan vándor soha többé nem tudja letenni az evezőt, ha egyszer megmarkoltam, ugyanúgy én sem tudtam abba hagyni azt, amit jelenleg is csinálok. De most nem rólam van szó, hanem Bazsinkáról. Meg arról az egyszerű történetről, egy számára hirtelen, igen-igen bonyolultá vált. Ám legelőször az öltözőről és a tornateremről szükséges, hogy elmondjak néhány fontos tudnivalót, hiszen ezeken a helyiségeken át vonult Katika a róla szóló igaz történetben. Kezdem azzal, hogy amikor 15 évesek voltunk, a testnevelés órák alatt Bazsinka rendszerint ott ült az öltözőben és olvasott. Vékony dongájú, vastag szemüvegű, szeplős fiú volt, aki nem is annyira gyűlöletet, mint inkább mélységes megvetést érzett mindazzal szemben, ami összefüggésben áll a sporttal, a testneveléssel, a fegyelmező célzatú gyakorlatokkal. Másfelől van a testnevelő tanár, egy piros arcú, dagba szakadt kopasz férfi, akivel az általános iskola felső tagozatában összehozta őt a balsors, valósággal vadászotta puhányokra, a semmittevőkre, a pihentagyúra, és ahogy ő megmondotta. Bazsinka pedig világ életében ilyen semmittevő, puhány és pihentagyú. Ne érzem feladatomnak, hogy beszámoljak róla, miként keserítette meg a piros arcú kopasz tornatanár a 12-13 éves Bazsinka életét. Hiszen mi már 15 évesek voltunk. Magunk mögött hagytuk a megalázó és szégyenletes gyermekkort, mi már gimnáziumba jártunk. A gimnázium egy tágas, vöröstéglás épület volt a 130-as éveiből. Mondogatták róla, hogy mindig is liberális szellemiségű hely volt. Jóval később már felnőttként hallottam, hogy néhány évvel az épület felavatása után úgynevezett Petőfi razziák zajlottak a magyar órákon. Volt egy tanár, aki rajta ütésszerűen ellenőrizte Petőfi költészetének ismeretét. Mondott 8 versot, a tanulóknak pedig tudniuk kellett, mely versekből valók ezek. Aztán vers címeket mondott, a tanulóknak pedig idézni kellett az említett versből. Alig ha kell emlékeztetnem az olvasót, hogy a Petőfi razziák idején kint az utcán is razziák zajlottak, melyeket nem lehetett megúszni Petőfivel. Egy reggel a tanár, máskülönben a fontos sem mintaképe, nem jelent meg az iskolában, tudnélik olyan villamosra szállt fel, melyen egy megállóval később razzia kezdődött, és a hatósági szakközeget nem találták rendben a papír.